Sziasztok, üdvözöllek benneteket, folytatjuk a rendőrködést, és megyünk ki az utcára felvenni a műszakot, ugyanis egy csillag hiányzik ahhoz, hogy a következő kerületbe le tudjunk menni, úgyhogy marad most a melting pot nekünk. Amúgy vannak olyan ilyen események, amelyekkel még nem találkoztunk, például ilyen nagyobb jellegű balesetek. Ugye az előző részben csak belekóstoltunk, és például ugye lehet a rendőrautóval más autókat így leinteni. Erre van tábla is amúgy, de hogy levillogni inkább, arra gondolok, és akkor ő majd szépen félreáll, és a többi, hogy ezt nem igazán csináltuk még, úgyhogy a mai részben jó lenne azt is kipróbálni. Persze elképzelhető, hogy kapunk bármilyen újféle eseményt, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tartogat nekünk ez a mai nap. Na, hát akkor pattanjunk fel az asztaltól. Délután 4 óra van. What? Oké, mindegy. Elméletileg minden nálunk van. Nincs rendőrautó? De van. Jó, oké, rendi csak. Bepattanunk a rendőrautóba. És meg is nézzük, ez a levillogás. Ugyebár úgy működik, hogy az R-rel tudok. Ugye ez a pullover, ez a félreállítunk valakit történet. Hogy? De ez most mi? Hát ezt nem hiszem el. Remekül kezdődik a szolgálat. Láttam, hogy valaki nem használt irányjelzőt, és gondoltam, utána megyek megállítani. De ez... hát jó. Az hogy menjek oda? Öcsém. Hogy mennék oda? I'm currently busy with another issue. Igen, kicsit busy vagyok. Be akartam fordulni itt a másikot. Jól van, kisasszony? Kisasszony? Most akkor mit csináljak? Ez baj. Jó. Akkor jó. Hopp. Jó. Kimentem a render range-ből, és így eltűnt az alattam lévő járgány, úgyhogy tovább tudunk menni. Így fordulj utána bátran egy másik autónak. Hát... na hát, azért ezt is tönkre lehet csapni. Ez amúgy törést tesz, tehát hogy szerettem volna kipróbálni, hogy a játék mennyire áll erre készen. Hát készen áll, gyerekek, mint egy fasírt golyó körbe úgy nézünk ki, úgyhogy megyünk és járőrözünk. Ezzel a izével tovább, amúgy nem tudom, sajnos nincs műhely, hogy ó, micsoda verdája van valakinek, hogy csak úgy ripsrops megjavítsam, de ez van, egy kis időben eltelt, hogy most itt kiszabadítsam a verdát. Hát nem is élnék, hogyha nem így kezdődne a műszak, nem? Majd a következő nap kapunk egy új verdát, addig meg jó lesz ez a izé. De működik amúgy az irányjelző is. Ez kötelezően kanyarodó sáv volt? Nem, akkor jó. Mi? Azok ott összementek? És tényleg összementetek itt mellettem? Megérkeztem a helyszínre. Jó napot! Hagyjad, még míg a füst is színes! Megérkeztünk a helyszínre, akkor legalább helyszínelünk egyet, hogy csináljunk ma valamit. Jól kezdődik a mai szolgálat. Na, kimegyünk az utakra félreállítani. Igazából azt amúgy manuálisan is tudjuk csinálni. Elmetek van egy ilyen táblánk, amit még nem is nagyon használtunk, úgyhogy próbáljuk lehet ki azt. Jobbra kanyarodni úgyis lehet pirosnál is. Amúgy az ott tiket, csak úgy mondom, túl messze áll a patkától. Ugye erre gyorsan rakunk egy cetlit. Új, jóra álltam amúgy. Erre gyors dobunk egy cetlit, és akkor utána mindjárt felvesszük itt a parking ticket, position, too far. Így, ne ezt oda csapjuk. És ha jön majd itt valamilyen autó, akkor ezt félreállítjuk valamilyen indokkal. Csak lehet standard igazoltatást végezni, úgyhogy nem hiszem, hogy ebből probléma lesz. Vagy majd lehet, hogy kinézem így oldalról, hogy valami jó jöjjön szembe. Ezt is ellenőrizzük. Jó napot, 21 január. Hoppáré, gyerekek, hát házhoz jön a baleset, odafigyelj. Na, hát itt mi történt? Jó napot. Pityu, ó, de pityu. Hajjajjaj, kisasszony jól érzi magát? I was driving normally. ez tuti ittas. Na, fújja csak meg a szondát, kisasszony, mert a lábán tud állni. Úgy, nem szívni kell. Ugye meghúzza, jaj. Hát valaki nagyon sokat italozott. Jó, akkor ezt fel is rakjuk. És amiről beszéltünk, és ez a 0,08-as alkoholszint, ez itt is van ott lent, úgyhogy ez meg is van. Így van. Move to the sidewalk. Oda sem fog tudni menni. Please don't do that. De, I do that. Sorry. A kisasszony látta ezt a részek videót a hölgy.
Hopp, ott mi történik? The way that person was driving looked downright dangerous. Hát az biztos, hogy dangerous. Nincs semmi probléma, hölgyem, itt vagyok, azért maga is egy drogtesztet, maga egész stabilan áll a lábán. Most az meg, az a csávó az ide jött pluszba? Biztos unatkozik. Ó, itt megamfetamin van a levegőben. Tyű. Hát akkor... Szerintem ide is felrakunk egy bilincset. Nem hoztam ennyit amúgy, az vagy három van nálam összvisz. Nem ez kell, hanem narkotics. És akkor ezt az amfetamin... Az hoz jönnek a izé. Na, ott Oller, tessék, helyet fogom. De, I do that. Szép napot, uram, maga mit keres itt? I'm still recovering from the crash. My mind is blank. Igen? Nem láttad, hogy két autó elakadási jelzővel áll az út szélén, te bolond? ID, if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. Ez egy hármas baleset most. Haj, te... Ó, hát ez lejárt. Mármint, hogy nem konkrétan... De, konkrétan ez is le van járva, a driver's licenced is, haver. Meg le van, nincs biztosításod sem, szóval itt olyan csekkosztás lesz, öcsém, mint a húzat. Na figyelj csak, mutatom. Akkor, azzal kezdjük, hogy... Mondjuk azt megnézem gyors még a rendszám tábláját. 21 június, az rendben van. Oké, rendítsek. Szóval, kezdjük az elején. Driver. Ez lejárt. Úgyhogy kap egy tiketet. You a ticket for your expired ID. There's a situation that needs taking care of. Nem érek rá. I'm currently busy with another issue. We'll take care of it. Na, jó helyes, nagyon. Az ügyvédjének, uram, lesz bőven dolga, az a helyzet. Driver, és biztosításod sincs, haver. Issuing you a ticket because you don't have valid insurance. Na, tedd el a többi közé, jó? That's so much money. Hát so much money, és akkor még most jön a drogteszt. Remélem te is iszogattál, mert van még egy karperecem, hogyha szeretnéd. Vagy drogozgattál, na? Nem, aha, basszus. Oké, akkor még csinálunk itt egy alkoholtesztet is a biztonság kedvéért. Bár te egész stabil vagy ott a hölgyeményhez képest. Át a francba. Jó. Oké, rendben. Csak akkor még várjon egy kicsit, kérem, jó? És akkor mondjuk én nem engedném el a csávót. Olyan nincs, hogy azért tartóztatom le, mert jogosítvány nélkül vezetett. Ezzel most nem igazán tudok mit kezdeni, ahogy nézem, úgyhogy egyelőre a srác az marad, és akkor ezt a hármas balesetet itten végigfotozzuk nagyon gyorsan. Jó, itt vannak sérülések? Nincsenek sérülések, odafigyelj. Mi? Most itt nincs sérülés? Vagy mi van? Most nem tudom, hogy most melyiket kell még figyelnem. Ezeket fotózzam, vagy ezeket fotózzam? Ott a hátulj. Ah, mekkora kipufogó van rajta, gyerekek, meg a kályhacső. Oké, azt is lefotózgatjuk. Túl sok sérülés, hál' Istennek nem történt. Maga hova megy? Haló? Nem érek rá, hát itt... I stopped you because I saw you jaywalking. Yes, officer. I'm sorry. Jó van, takarodjál akkor. It's fine. Have a nice day. It's fine. Jó, rendítsek. Nem baj, legalább megállítottuk. Na, a kamerámat szeretném. Oké, ezek le vannak fotózva. Szélvédő is le van fotózva? Jó. Mindegy, elengedjük az úriembert. Jó. This is your accident report. I think there's a good amount of information missing, but okay. Jó, engem nem érdekelt, takarodjál, ide jöttél úgy, hogy ott állt egy autó, keresztbe vágott, te szerencsétlen, te csak ne elégetlen... Hoppári, elégedetlenkedjél. Na, hölgyeim, akkor magának hívunk egy pia. Megy a józanod. Understood. We're sending the closest transport to your location. Így van. Nagyon szuper. A kisasszonynak is hívunk egyet. Két hölgyemény kezem fogva mehet aztán majd józanod meg bent a rendőrségen. Nagyon szuper. A járművekkel mit csináljunk? Interact. Search vehicle. Tényleg ezt át kell, lehet kutatni. Esetleg egy kis drog vagy valami van benne? Nem találtunk semmit? Akkor jöhet egy bontató. I need a wrecker at my current location, please. Ezt is átkutatjuk. Sure, it'll be with you shortly. Jön mindenki!
Mindent elszállítatunk. Ezt is elvontathatom, hát nem maradhat itt az úton. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my Na, és akkor most megvárjuk az egységeket szépen. De figyeljétek, milyen felsorakozás van itt, mert megjött a kettő szállítmányozó, meg utána az autókat is vontattatjuk. Vigyázzon a kisasszonyra. Járni alig tud, mondom, vigyázz rá. És akkor a másik nem tudott volna kiszállni, nézzétek meg. Oké, egy megvan, egyet bepakoltak, és mosszák ki innen a másik kollega, hogy ez megvan. Ez a backup. Oké, rendben, csak vigyétek a hölgyet. Így van. Kencsök, nem lett fullos a jelentés, mert nem kértem el a személyeket az emberektől, hanem egyből már rájuktattam a karperecet. Most már mindegy igazából, meg lehet, hogy még lehetett volna mit fotózni. Ez most így sikerült. Arra vagyok kíváncsi, hogy a vontatás hogy zajlik, mert ilyet még nem láttam. Úgyhogy egyszer hívtam vontatós kocsit, de az egy olyan szituáció volt, amit valószínűleg nem is láttatok, mert ott broken volt a játék, úgyhogy nem is történt semmi. Most viszont itt van mind a kettő vontatóautó. Jöjjenek uraim, jöjjenek csak, itt van két jármű, amelyet el kéne pucolni. Jó, nem tudok kiállni. Azt figyeld. Igen. Csak így? Csak így? Ups. Az meg is van. Na, hát ez... egyszerűbb, mint gondoltam. Rohadt menő. Jó, vigyázzon rá, egy alkoholos nő vezette, úgyhogy... majd biztos megérte, ha egyszer józan lesz. Köszönöm a segítséget. És akkor lenne itt még egy gépjármű, amelyet fel kéne pakolni. Ez kicsit gyors volt. Rablás van folyamatban, menjünk a rablásra, ezt elfogadom. Oké, megyünk a rablásra. Egy kilométerre van a bolonda játék. Nem baj, elindulunk. Nagyon óvatosan kell vezetni, mert... mert a játék szeret megviccelni. 176 pontot kaptunk arra a balesetre, ez mondjuk elég jól hangzik. Ez mi? Majd villog az maradjon. Ez egy újságos? Ezért siettem ennyire, meg törtem össze a kocsi elejét? Mert nincs benne normális fék? Ez komoly? Jaj, öcsém. Itt kell fotózni. Jó, akkor nem. Ezt elrakjuk. Beszélünk itt az emberekkel, gondolom azt kell. Oké, interjú. Igen? I even know the person, officer. Igen? Azt mondja, van elég információ, hogy... ezt a csávót keressük. Oké, akkor köszönöm szépen, kisasszony, ezt vissza is adom. Jó. Jó, igazából az rendben, ezt vissza is adom. Köszönöm szépen, kisasszony. Megvan, azt a csávót keressük. Szerintem lesz rajta egy táska. Fiatalember, álljon csak meg! I stopped you because you match a description. Nem tudok vele úgy beszélgetni, hogy lássam az arcát. Jó, úgy fullos. I'd like to see your ID, please. Green Julian. Na, ez a neved. Mutasd csak! Te szerencsétlen, nem jutottál messzire? Jó, rendítsek, ez még amúgy pont nincs lejárva, úgyhogy ez rendben van. Úgyhogy szeretném az úriembert tetőtől talpig átkutatni. Ez jelleg elég nyomós indok. Hát ezt most nem tudom. Persze, dehogy nem, go to jail. Go to jail lesz, gyere csak ide. Gyere ide. Azonnal dobd fel a kezedet! Mancs csak a levegőben! Oké, még egyszer átkutatjuk fiatal embert. Meg is van. Hát ez nem jutott messzire. Így jár, aki lop. Switchblade. Oké. Szerintem nem volt engedélye fegyverre, de azért megnézem a biztonságot. Here you go, officer. Oké, nincs neki. Jó, rendben. Csak akkor a Switchblade-ért kap egy karperecet. Így instant. Meg crime scene igazából. Nem, robbery-ért kap. I have to arrest you for robbery. Please, move to the sidewalk. Így van. Please. No. De, takarodj oda oldalra. I need some backup here to take a suspect into custody. Ennyi. We're sending the closest transport to your location.
Na, még jó, hogy járműveket akartam félreállítani. Na jó van, ezt most már intézzük a kollégák, nem? Oh, maga mit csinál? A pofám leszakad, gyere csak ide! I've detained you because I saw you jaywalking. Yes, but I looked carefully beforehand. Jó van, oké, okay, akkor a pofátlan mindenedet. Azt egy verbálból nem. I'm just gonna leave you with a verbal warning this time. Thank you, officer. Na, takarodjál át vele. You're good to go. Bye. Örült, hogy nem csekkeztük meg. Pedig megcsekkezhettelek volna. Na itt ez a huligán, ezt vigyék el, mert kirabolt egy újságost. Most megint meg tudnám izé, megint meg tudnám csapkodni egy kicsit. De most ez szórakozik velem? Ez oda-vissza sétálgat. Na mindegy, megérkezett a backup, úgyhogy jók vagyunk. Na. Hol van egy járgány, amit félreállíthatnék? Valahova álljunk ki, és akkor félreállítunk pár járgányt. Oh, ignore the red light! Hújúj! Állj csak meg, haver! Te ott a piros... Úha! Az gyorsan felismerte a problémát. Oké, okay, már leszólítottam elméletileg. Ja, most lekapcsoljuk a... Lekapcsoljuk a... fényhidat, meg a hangjelzést. Elméletileg... parking spotot keres magának. Igen, mert rányomtam ugye ezt a félreállítást is. Azt hittem, a megkocolott haver. Na, mögötte kéne megállnom, de ott nem férek el. Megállok itt így előtte. Hát, jó napokat! Szebb napokat! Mi volt ez? Mi volt ez a... Azt inkább hagyjuk. Mi volt ez az indokolatlan lámpa? Az a szép napot, kisasszony. Magára nem vonatkoznak a kressz szabályai? Na, I pulled you over because you ran a red light. I'm quite sure it was still green. Hát ez nagy probléma, én is annál a lámpánál álltam, kisasszony. ID, and if available, proof of insurance, please. Így van. Here you go, officer. Maga drogozik, hogy ilyeneket lát? Hm? Azt mondja, hogy ez jó, ez még nem járt le. Ezt visszaadjuk. Jó, I'd like you to leave your car. Megtennék, és azt mondja, hogy kiszáll, és akkor oldalt folytat. Nem, ezt még lenyomjuk, shift over. Kisasszony, menjen oda az út szélére, hogyha kérhetem, jó? És akkor egy drogtesztet azért szeretnék elvégezni, mert ez a színek kavalkádja, ugye? Ó, amfetamint fogyasztunk, igen, igen, hát ezért más színű a lámpa. De nincs nálam izé. Na most bírságoljam meg. Ezért kap egy bírság. Nincs nem. I have to issue you a ticket for running a red light. That will be around $120 to $250. Really? That's so much money. Ez engem nem érdekel. Most az a baj, most megnézem, hogy a kocsiban van-e még karperec. Reload tools. Oké, szerintem van. Oh, nagyon fullos narkotik, és akkor amfetamin. For driving under the influence of narcotics. Please, no. Doch. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. Na, hát a kisasszony akkor majd innen tovább tud menni a kollégákkal, és akkor ezzel meg is leszünk. Na, leadjuk a szolit, és megnézzük, hogy mennyi pontot gyűjtöttünk össze ma, mert amúgy elég sokat. Na, hát akkor lássuk, hogy mi a matek. Elég sok pontot gyűjtöttünk ma, és még így is mással foglalkoztam, mint amivel főként szerettem volna, de megvan a következő csillag. Hát közel 600x, traffic stops. Oké. Okay. Downtown. Na akkor megyünk új területre, még azt megnézzük. Escape. Feloldottunk egy új kerületet, és minden hétfőn tudjuk ezt kiválasztani, hogy melyik kerületben szeretnénk dolgozni az adott héten. Most nem hétfő van, úgyhogy most nem fogom tudni kiválasztani. Úgyhogy választunk. Most például, mit tudom, hogy megyünk ide, és akkor itt fogunk szolgálatot teljesíteni. Majd akkor, hogyha legközelebb lesz erre a lehetőség, akkor másik helyet választunk. Szépen fölpattanunk a székünkből, és akkor mehetünk is ellenőrizgetni. Ott áll a Crown Vic, szép, tiszta, töretlen, még töretlen. Amúgy, ahogy megyek így az úton, a játék mindenféle szabálysértésből, bűncselekményből dobál. Például kapásból láttam, hogy ott fent állnak a járdán. Nem megfelelően parkolnak, ilyen-olyan járművek vannak, szóval az ember tud azzal foglalkozni, azzal a típusú büntetéssel foglalkozni, amivel szeretne, ez amúgy tök jó a játékban, csak sokszor annyi minden van, hogy hívás van, parkolási problémák vannak, vezetési, szemetelés, átszalad az úton, hogy már, hogy néha kicsit sok, de amúgy
Inkább ez, mint hogy ne történjen semmi. Úgyhogy most félre fogunk állítani valakit, aki szabálytalanul közlekedik. Meg is van, amit kerestem. Itt van előttem egy kis busz, ami ott van egy ilyen, hát egy ilyen neonvilágítás, ilyen kis pirosas. Úgyhogy most emiatt félre fogjuk őt állítani szépen. Szerintem már sejti, látja visszapillantóban a szép kis rendőrautót, úgyhogy mehet is neki a villogás. Oké, okay. És parál is félre. Nagyon szuper, hát ez nagyon szuper egyszerűen. Az szép piros. Nem, vont itt person, nem akarok. Köszönöm szépen. Most éppenséggel problémák adottak itt ezzel a kis busszal. Komótosan érkezünk. Jó napot, uram. Amúgy nem tudtam, hogy úr lesz, de valóban az. Nos, a kocsival van probléma. Az olyan világítással. És nem, hát elfelejtetted, haver. ID. And if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. Mi értelme van annak, hogyha kikapcsolja? Akkor minek van? Jó, tehát 20-20-10-26, ez rendben van, oké. Okay. Insurance biztosítás, uram, nincsen? Az baj? Az baj, hát azért meg kell, hogy bírságoljam. Nincsen. Nincsen magánál érvényes biztosítás, úgyhogy ez baj. You don't have valid insurance. Really? That's so much money. Hát, ha befizeti, az olcsóbb. Az olcsóbb nagyon. Have a nice Na menjen! Day. Goodbye. Vigyázzon magára, jó uram! Menjen, menjen! Aztán kipróbáljuk ezt a manuális megállítást is. Nézd meg. Üha, hát az szépen kikanyarodott. Oké, okay, de nem kapcsolná ki. Na mindegy. A kis táblánk. Olyan kis nyomin néz ki a karakterünk. Ajajaj, jó napot, kisasszony, megtenni, hogy félreáll? Megtenni, hogy félreáll? Olyan, mint hogyha az a rendszámtábla le lenne járva, nem gondolja, kisasszony? Jó, mindjárt odébb állok. Ne haragudjon, maga is meg tudjon itt szépen állni. Mondom, szépen. Ez komoly? Nem baj, megérkeztünk a helyszínre. Fantasztikus, nem baj, ezért megkapja a kis bírséget. Megállt a csajszín, és beleszállt a gátúról. Ó, Istenem, ti mindenhol... Ott a kipufogó darab, de jól néz ki. Na, azt mondja, hogy mit történt? Igen? Hát ez baj, kisasszony. Oké. Okay. Most éppenséggel nem érek rá. Na. A kisasszonyjal szeretnék beszélni. Drogtesztet szeretnék magával csináltatni. Jó? Tehát azért ebbe fújjunk bele, hogyha lehet. Jó, az rendben van. Ezért egy drogtesztet is csinálunk. Biztos, hogy biztos. Hát egy standard helyszínelést azért itt megcsinunk helyszínen. Egyből. Csak... Ó, THC. Oda nézzenek, a rendszámtábla is lejárt, meg ilyenek. ID. And if available, proof of insurance, please. Oké, rendítsek, akkor ezt mutassam. Jó. Oké, okay, kedves. 4. hó 5. Hát ez lejárt. Lejárt a driver's licence, kisasszony. Ajajaj, ez is le van járva. Idegesnek tűnik. Hát ez... várjunk csak, nem is... Hát nem néztük meg a biztosítást. Tehát eddig van drog. Lejárt a kocsinak a rendszámtáblája, illetve a jogosítvány. Hú, most nem tudok menni. Hát sajnos majd legközelebb megyünk ilyenekre. Azt mondja, ez rendítsek, ez jó, ez jó. Oké, akkor ezt visszaadom, kisasszony, jó? Tehát akkor kezdjük ott a dolgokat, hogy ez február, tehát idén februárban ez lejárt, úgyhogy akkor. Na, kezdjük ott, hogy a drivert, nem, a kocsi miatt akkor. De az a baj, hogy ugye expired license plate. Ezért kap egy tiketet. Here's a ticket for having an expired license plate. That should be between $50 and $250. Yes. I didn't expect it to be that expensive. Hát, na várjál, még ne olyan hevesen, mert probléma van önnel is, kisasszony, de nem ez, hanem ez. Az ID-ja is le van járva. I'm issuing you a ticket for your expired ID. That should cost between $75 and $150. És hát a kisasszony lehet, hogy mérges, de azért itt problémák vannak a
amfetamin volt, vagy kanabisz? Fúha, már most nem emlékszek, szerintem amfetamin volt, nem kanabisz. Meg tudom csinálni még egyszer a tesztet? Csináljunk még egy drogtesztet, kisasszony, mert nem biztos, hogy jól működött az előző teszt, úgyhogy 100%-ra kell menni. THC, jó, tehát akkor kanabisz lesz. Jó, rendítsek, és akkor ráteszünk egy bilincset, mert narkotikumot fogyaszt, és... I have to arrest you for driving under the influence of cannabis. Please move to the sidewalk. Ott a helye a kisasszonynak az útszére. What? Nem vád, hanem igen, uram. Ezt akartam mondani a kisasszony, ugye? Jó? Ezt körbefotózzuk, lefotóztuk a földet is, hát ott is van valami. Your shift is over, officer. Hát, még nincs over. Ezt körbe kell fotóznom. Az is ott összetört, jó. De hogy tört ez írom már? Fék... Ja tényleg fék nyomokat is fotózni kell. Oké, azt is lefotózzuk. Ja, meg a csajszínak ugye nem tudom adni a izét. Elfelejtettem átkutatni. Nem tudom már átkutatni? Kösz-kösz. Nem tudom már átkutatni. Jó, rendítsek. Szép napot kisasszony, ha már itt vagyok, akkor gyors ezt. Végfotóznám, ha jól tudom, maga volt itt a problémás. Maga volt az, aki belehajtott. Milyen szép jármű volt. Nem látok féknyomokat. Maga nem ismeri a fékpedált? Disznek van a kocsiba biztosan. Neki is azt használni, ugyebár. 21 május, úgyhogy ez legalább rendben van. Hoppá, vannak itt leeső alkatrészek. Féknyom nincs, ahogy látom. Nagyon szuper, nagyon szuper. Majd egy vontatást ennek is akkor. ID and if available proof of insurance please. Here you go, officer. Okay, köszönöm szépen. Ez rendben van, switcherünk egyet, ez is rendben van. Robin Aubrey. Aubrey, nem tudom, hogy kell kimondani. Tessék, visszaadom. Köszönöm kisasszony, drogtesztet fogunk végezni, meg alkoholtesztet természetesen. Levágta a kipufogóját ott annak a másik kocsinak, tisztában van vele? THC amfetamin negatív, nem tűnik alkoholizált állapotúnak, de mindjárt meglátjuk. Ugye 008-ig okés, a fölött már problémák adódhatnak. Ez is rendben van. Nagyon szuper, hát ez nagyon szuper. I'm still recovering from the crash. My mind is blank. De maga okozta. Nem? Jó, mi legyük kap egy... This is your accident report. Thanks, officer. Megkapja a riportot. You're good to go. Drive safe and have a nice day. Igen, maga vigyázzon magára. A kocsiját elvontatta. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Így van. Op, op. Így. És annyi, hogy egy pillanatra leveszem. Thank you, officer. Ha mindjárt visszakapod, ne aggódj. Ne, ne menj sehova, he. Nem tudom. Nem tudom neki a izét odaadni. Hát akkor visszarakjuk. I have to arrest you for driving under the influence of cannabis. Így van. Please move to the sidewalk. De. Azt hittem, hogy tudok neki adni még egy riportot, ugye a balesetről, de nem. Úgyhogy... To take a suspect into custody. Hát a kisasszony. We're sending the closest transport to your location. Köszönöm, köszönöm. A magát még félre se lehet normálisan állítani, kisasszony. Nem akartam semmi rosszat. Ott mi történik? Na igen, hopp-hopp! Megjavult az autó. Aha, értem. Történnek még csodák? Na hát akkor pakoljuk fel az emberkét is. Meg a kocsit is. Hát ezt megnézem, mert azért ez jól néz ki. Ez az, rakjuk fel. Szépen. Az nem tudom, hogy hova lett. Mit vontatunk? Bocsánat. Hát azért itt még a bugfixekre majd szükség. Hoppá. És akkor most ez eltűnik majd innen, vajon? Tekintsünk rá úgy, hogy elvitték ezt az autót, mi elvégeztük a kis dolgunkat, szálljunk be, aztán menjünk vissza a rendőrségre. Szóval... Franky. Hát sok mindenből kijutott a mai nap. Oké, hát túl sok pontot nem kaptunk. Hát még a hetedik csillag az picit odébb van. Sajna. New shifts available. Na hát ennek nagyon örülök. Jó,
A következő szolgálattal folytatjuk majd a következő részben. Még tök sok mindent nem láttunk szerintem, tehát ilyen crime scene, meg mondjuk, de volt ugye egy rablásunk, viszont olyan nagyon nagy baleset, meg ilyen a traffic stopra ugye nem tudtam például kimenni. A következő részben megnézzük ezeket a dolgokat is. Remélem, hogy tetszett ez a rész, srácok. Próbálom beletanulni magam ebbe a játékba is. Megyeget. A játék is szépen fejlődik, úgyhogy fogunk még vele bőven foglalkozni. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretnétek és még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel. Én Starkoltam, jók legyetek. Sziasztok!